Köszöntöm kedves nézőinket a jubileumát ünneplő Pécsi Tudományegyetem ismeretterjesztő műsorának 300. adásában. Több évtizeddel ezelőtt a vérlemezkéket kizárólag a véralvadás legfontosabb szereplőjeként tartották számon. Mára már nincs olyan élettani vagy korélettani folyamat, ahol ne derült volna ki fontos funkció a vérlemezkék tekintetében. Dr. Bódis Józseftől többet is megtudhatnak a témáról. Tartsanak velünk! Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kolléganők, kollégák, tisztelt tévénézők! Muszáj egy mondatot mondanom a címről. A Pécsi Tudományegyetemnek volt egy legendás patológus professzora, aki sok mindenről nevezetes volt, többek között arról is, hogy nagyon jó mondásai voltak az orvostudománnyal és az élettel kapcsolatban. Az orvostudománnyal kapcsolatos mondásai közül az egyik nagyon megragadt bennem. Ő azt mondta, hogy a trombociták, a vérlemezkék a legkisebb barátaink és a legnagyobb ellenségeink. Vajon mit üzenhetett ő ezzel a mondattal, ezzel a szólással? Akkor, amikor a vérlemezkékről persze tudtunk, akkor, amikor a vérlemezkékhöz nem nagyon kötöttünk más feladatot, mint a véralvadás szereplői, fontos szereplői voltak, és akkor mondta ezt a sejtelmes, sokat üzenő mondatot, amikor még a vérlemezkéknek más szervek funkciójával kapcsolatban, vagy akár betegségek keletkezésével, előrehaladásával kapcsolatban nem nagyon voltak ismereteink. Ezek a kis kékes-lilás foltok, a vérlemezkék, körülöttük ott vannak a vörös vérsejtek. Ha egy érsérülés keletkezik, ott ők aktivizálódnak, összecsapzódnak, betömeszelik azt a rést. Ez a fő funkciójuk ma is, és egyébként ez azóta nem változott. Itt ez az ábra azt mutatja, hogy a különböző elemek, amelyek a vérben vannak, a fehér vérsejtek különböző típusai, a vörös vértestek, illetve a vérlemezkék hogy keletkeznek. Ez maga a vérlemezkék keletkezési mechanizmusa. Itt a legutolsó ábrára mutatnék, ahol az úgynevezett megakariocitákból egyszer lefűződnek, tehát ők már valamilyen csomaggal jönnek a vérkeringésbe. Itt két fajta van belőlük. A sima falu az az átlag normál, és mindenféle nyúlvánnyal rendelkező az az aktivált vérlemezke. A scanning elektromikroszkópos kép az mindig imponáló, mert gyönyörűen mutatja az egyes sejtjeinket. Ez a vörös vértest, ez a sárgás és ágas-bogas valami, az az aktivált, már valami funkcióra szánt vérlemezke, ott a háttérben pedig van egy fehér vérsejt. Mi is ez a vérlemezke? Talán az eddigiekből kiderült, hogy egy nagy sejtből lefűződött kis, sok mindent tartalmazó és sokfajta funkcióval rendelkező kis testecske. A véralvadásról beszéltem, annak majd egy mechanizmusát is mutatom, ami ma már sokkal bonyolultabb, mint mikor annak idején mi tanultunk. Az ma is egy rendkívül fontos funkció. Hogyha egy mondatban akarnám megfogalmazni, akkor ők olyan kis testecskék, amelyek aktívan tudnak felvenni, tárolni és leadni biológiailag rendkívül erős hatású anyagokat, és mindenféle helyekre el tudnak jutni, hiszen kicsiny a méretük, és ott, ha aktivizálódnak, akkor ki tudják fejteni a hatásukat. Tartalmaznak különböző olyan szabályozási faktorokat, illetve olyan ingerület átvívő anyagoknak számító úgynevezett neurotranszmittereket, amelyek egyébként az idegrendszerben, akár az agyban, akár a perifériás idegrendszerben vannak. Ilyen, amikor úgy összecsapzódnak, mondhatnánk aktivizálódnak, és ma már vannak vérlemezke készítmények, amelyeket a napi gyógyászati rutinban használunk, és hát erre utaltam, hogy egy ilyen bonyolult szabályozási mechanizmus felel azért,
hogy a vérünk megalvadjon. Aztán, ha megalvadt, ne legyen tartósan alvadt állapotban, hanem azt a rögöt oldja is. Mi közöm nekem a vérlemezkékhez? Én alapvetően a kutatásaimat nem véletlenül a reprodukció területén végeztem. Azt vizsgáltam, hogy azok az idegelemek, amelyek a petefészekben vannak, azok vajon csak azért vannak ott, hogy az ott levő ereket, illetve a sémaizmokat szabályozzák, vagy van szerepük a hormon termelésben. Hát akkor ez elég eretnek gondolatnak számított, és őszintén meg kell mondani, hogy senki nem hitt benne. A közvetlen német főnököm bement a nagyfőnökhöz, és elmondta, hogy én mivel pályáztam, és hozzátette, hogy ez annyira valószínűtlen, hogy támogassuk. Így kerültem Tübingenbe, így tudtam elkezdeni azokat a vizsgálatokat, amelyek révén eljutottam a vérlemezkékig. De voltak más jellegű vizsgálataink a terhességi mérgezésekkel kapcsolatban, illetve a Lombik Baby program keretében találkoztunk olyan szövődményekkel, ahol szintén fölmerült a szerepük, illetve az egészségtudományi karon olyan általános népbetegségnek számító úgynevezett kardiovaszkuláris problémákkal, mint az infarktus, stroke, illetve bizonyos perifériás érbetegségek incidenciája, napi ritmusa, tehát ilyen ügyekkel. Ezekről szólnak azok a közlemények, amiket itt jeleztem. Ugye az első az volt, amit 30 évvel ezelőtt végezhettem, valahogy meg kellett fogni azt, hogy az ingerület átvívő anyagoknak van-e közvetlen szerepe a petefészekben a hormon elválasztásra. Az első megközelítés az volt, hogy ezeket az ingerület átvívő anyagokat, illetve azokból néhányat meghatároztunk. A kék és a piros oszlop a különbségeket mutatja. A legutolsó az az úgynevezett noradrenalinos. Ha ránéz valaki, biztosan tudja, nem kell nagy statisztikai módszer hozzá, hogy ott kell valami oknak lenni, hogy ilyen különbség van. Egy normális petesejt környezetéből származó, úgynevezett tűzőfolyadék, noradren tartalma és egy sima ciszta tartalma között. Aztán ebből a folyadékból, amit a petesejt környezetéből leszívunk minden Lombik Baby módszer során, lehetett sejteket izolálni, elválasztani. Ezek a sejtek itt jelentek meg, és ezekből a sejtekből lehetett és csináltunk is úgynevezett sejttenyészetet. A sejttenyészetben aztán lehetett tesztelni a különböző ingerület átvívő anyagokat. Egyébként véletlenszerűen először a szerotoninnal kezdtük, ez egy nagyon fontos ingerület átvívő anyag az agyban, és ezzel rögtön egy olyan hatást láttunk, amit egyébként korábban csak az agyalapi mirigyből származó hormonnal, az úgynevezett luteinizáró hormonnal lehetett látni. Ebben a sejtközegben, ahol mondjuk 2 milliónyi sejt volt, adtunk ebből a szerotonin nevű ingerület átvívő anyagból, az mind a sárga testhormon, mind a tüszőhormon, az ösztrogén termelését szignifikánsan megnövelte. Az egyiket dózis függő módon, a másikat nem. Itt csak az a lényeg, hogy specifikusan hatott. Aztán volt egy olyan szintén úgynevezett in vitro, tehát testen kívüli módszerünk, ahol folyamatosan áramoltattuk át a tápoldatot ebbe az oszlopba elhelyezett körülbelül 2 milliónyi sejten. Ennek az volt a legnagyobb előnye, hogy időbeliségét tudtuk a különböző hatásoknak vizsgálni. Itt, ha a szerotoninnál maradunk, adtunk egy kis adag szerotonin, és utána a progeszteron, a sárgatest hormon elválasztás jelentősen megnőtt, aztán lecsengett a folyamat. Ezt több órán keresztül lehetett ismételni, és még mindig nem merült ki a rendszer. De a hisztaminról talán annyit tudnak, hogy az allergiás reakcióban szokott sok mindenért felelni. A hisztaminnal ugyancsak láttunk nagyon specifikus válaszokat, elsősorban a tüszőhormon az ösztrogén termelésre hatott. Melatonin egy agyi szabályozásban szerepet játszó
ingerület átvívő anyag, gátolta a sárgatest hormon termelését, és fordított dózis függőséggel serkentette a tüszőhormon mennyiségét. A kérdés viszont úgy merült föl, hogy hogy tudnak ezek az ingerület átvívő anyagok a petefészekbe kerülni, hiszen ott nincsenek olyan idegrostok, amelyek ezzel működnének. Itt kerültek képbe a vérlemezkék, még azt is el kell mondanom, hogy abban az időben, tehát a 90-es évek elején egy Japánban dolgozó úr a munkatársaival, egyébként kínai származású, csinált egy olyan kísérletet, hogy éretlen nőstény patkányoknak a petefészekhez vezető erébe és a petefészektől elvezető erébe rakott egy-egy kanült, és adtak olyan hormonokat, amivel peteérést váltottak ki, és nézték a vérlemezkék aktivitását. A vénában, tehát az elvezetőérben többszöröse volt az aktivitás. Utána elvégezték úgy a kísérletet, hogy adtak egy olyan anyagot, ami a vérlemezkék aktiválódását gátolta, és még a peteérés sem jött létre. Tehát a jelenséget már mások abban az időben észlelték, emberi vonatkozásban mi írtuk le először. Egy másik megközelítés. A Lombik Baby programban kívülről bevitt hormonokkal váltunk ki többszörös peteérést, és amikor egy bizonyos érettséget elérnek, ezt leszívjuk, kiválasztjuk a petesejteket, és megy a folyamat úgy, ahogy illik tovább. Most vannak olyan páciensek, akiknél ugyanazon hormondózis, amelyik egyik betegben néhány petesejtet produkál, másik betegben 20-at, 50-et, 100-at produkál, úgy hívjuk, hogy hiperstimulációt, túlstimuláljuk. Ez akár életveszélyes állapot is lehet. Megnéztük, hogy a vérlemezkék száma milyen eltéréseket mutat az egészséges páciensekben és az úgynevezett hiperstimuláltakban. Itt az látszik, hogy duplájára emelkedik. Akkor utána jött a kérdés, hogy mit tudunk ezzel a tudományos eredménnyel kezdeni, és elkezdtük olyan betegeknek adni az aszpirint. Ugye az aszpirinnak ez így fő funkciója, hogy gátolja a vérlemezkék aktiválódását, hogy az aszpirinnel ki tudjuk-e védeni ezt a sokszor életveszélyt hozó állapotokat. És azt mondom, hogy nem kell statisztikai módszer ahhoz, hogy az a csoport, amelyik szedte az aszpirint, egyébként 780 főből állt, összesen 2 esetben mutatott mérsékelt, úgynevezett túlstimulációt, egyáltalán nem volt életveszélyes. Az aszpirint nem szedő 412 főt tartalmazó csoportban pedig lényegesen többszöröse volt. A terhességi mérgezés, toxémia, az egy nagyon veszélyes szövődménye tud egy várandóságnak lenni. Nagyon régóta tudjuk, hogy ennek a létrejöttében, a korfolyamat alakulásában és még a végeredményben is a vérlemezkéknek kulcs szerepe van. A világban vannak olyan klinikák, intézmények, ahol a veszélyeztetett csoportnak eleve javasolják az aszpirin vagy annak bizonyos formáinak a szedését. Ez az ábra semmi más nem mutat, csak hogy milyen szerepe van a vérlemezkéknek. Az, hogy egyébként miért jön létre ilyen terhességi mérgezés, mi a kiinduló pontja, számos elmélet van, mi úgy gondoljuk, hogy ebben, mint lehetőség, kiemelt szerepe van azoknak a fertőzéseknek, amelyeknek egyébként sokszor nincsenek fertőzéses jelei. Vannak hölgyek, akiknek nem gond a teherbeesés, viszont gond a terhesség, a magzat kiviselése. Ha ez ismétlődik, netán többször fordul elő, úgy hívjuk, hogy szokványos, hogy habituális vetélők. A habituális vetélésnek számos oka van, vannak anatómiai okok, erre ma minden módszer megvan, hogy tisztázzuk, és vannak olyan ismeretlen okok, például úgynevezett immunológiai okok. Pécset azt gondolom, hogy egy kiemelt csapat foglalkozik ezzel régóta. Ennek kapcsán eljutottak oda, hogy valahogy meg kéne előzni azokat a szokványos vetéléseket,
amelyeknek nagy valószínűséggel immunológiai háttere van, illetve ők erre bizonyos markereket meg is határoztak. Minthogy ezt az egész reakciót valamilyen módon a vérlemezkék összefogják, befolyásolják, szabályozzák, ezért már több mint két és fél évtizede bevezették az ilyen kismamáknak, várandósoknak az aszpirin profilaxist. Ha a világos kéket nézzük, sokkal nagyobb itt a kezelt csoportban a világos kékek aránya, mint a nem kezelt csoportban. Azok a kardiovaszkuláris történések, amelyeknek mondjuk egy infarktus, vagy agyvérzés, stroke a vége, és egy nem kívánatos következménye, azok egy napon belül is jelentős különbséget mutatnak a megjelenési arányukban. Leggyakoribb a hajnali órákban. Akár az infarktus, akár a stroke megjelenése. Ez a bonyolultnak tűnő ábra körülbelül azt mutatja, hogy egyébként az OEP magyar adatbázison valóban ez a megjelenési arány, és hát azt gondolom, hogy eléggé közismert az, hogy erre számos profilaktikus módszerrel rendelkezünk, ebből az egyik kiemelt lehetőség az aszpirin, illetve az aszpirinhoz hasonló gyógyszerek. Na most általában azt javasolják, hogy a gyógyszerek döntő többségét reggelizés előtt, közben, után, attól függ, hogy melyik gyógyszerről szól, az aszpirint inkább utána szokták, hogy ne égjen a gyomra javasolni. De hogyha megnézzük ezt a kihúzott vonalat, hogyha elfogadjuk azt, és ez egyébként szakmailag közismert, hogy hajnalban van a legnagyobb gyakorisága ezeknek a kardiovaszkuláris történéseknek, akkor ha én utána mondjuk 8-9-8 óra körül reggelizem, és utána veszem be az aszpirint, akkor annak a fő hatása lényegesen később alakul ki. Ezért javasoltuk azt, hogy ne reggeli bevétel legyen, hanem esti, késő esti, sokkal jobb profilaktikus hatást lehet elérni. Általában az érelmeszesedéssel kapcsolatban azt mondják, és bizonyított is, hogy valamilyen érfal gyulladás előzi meg az érelmeszesedés kialakulását. Az érfal gyulladásnak pedig az a mechanizmusa, hogy valamilyen tényező aktiválja a vérlemezkéket, amelyek aztán másodlagosan aktiválják a fehérvérsejteket, oda kötik az érfalhoz, és ott elindítják azt a folyamatot, amit ma mi gyulladásnak nevezünk. És aztán, ahogy ez gyógyul, akkor ott marad egy plak, ha szerencsés az illető, de ez akár, ha végigfut, komoly katasztrófák is következhetnek be. A vérlemezke és fehérvérsejt kölcsönhatás az érfallal, úgynevezett endotéliummal együtt tudja ezeket létrehozni. Daganatok. Régi megfigyelés az, hogy a daganatos betegekben általában magasabb a vérlemezkék száma, egyébként a gyulladásosokban is. A daganatok keletkezéséről sok mindent tudunk ma, sok mindent nem tudunk ma. De például az úgynevezett áttét kialakulásának mechanizmusában fülöncsípték a vérlemezkéket, meg természetesen hát a fehérvérsejtek is sertepertélnek, hogy mindez létrejön. Ráadásul egy olyan mechanizmussal, ami a szervezetet becsapja. Normális esetben, ha egy daganatsejt bekerül a vérkeringésben, vannak olyan sejtek, amelyek azt észlelik, megfogják, tönkreteszik. Természetes ölősejtekről is tudunk, és egyéb mechanizmusokról is. Na most abban az esetben, hogyha a vérlemezkék körbefogják a daganatsejtet, netán még fehérvérsejtet is visznek magukkal, és ez nem túl ritka, akkor becsapják azt a fajta mechanizmust, amelyiknek ezt el kéne pusztítani. A vérkeringésbe bárhova el tudnak jutni, valahol megtapadnak, és egy új életet kezd,
idézőjelbe, a tumorsejtek daganatsejt, és az áttét keletkezésének ez az egyik legkézenfekvőbb mechanizmusa. Hogy a vérlemezkéknek milyen fontos információ, vívő, hordó és egyéb szerepe van, azt ez az ábra is mutatja. 2015. november 9-én holland szerzők jelentettek meg egy olyan közleményt, amiben 5 fajta daganattal kapcsolatban mutatták be, hogy egy csepp vérből meghatároz vérlemezkék felszínén, úgynevezett mikroRNS, 5 fajta daganatot megtudtak, tehát egyrészt diagnosztizálni tudtak, illetve a daganat fejlődés nyomon tudták követni. Az eddigiek arról szóltak, hogy szerettem volna különböző területeken bemutatni, hogy hogy jutottam el, vagy jutott el más a vérlemezkékhez a legkülönbözőbb ügyekben, a reprodukcióban, a hiperstimulációval, a terhességi toxémiával kapcsolatban, az infarktus, stroke, a daganat keletkezés, a szokványos vetélés ügyében. Tehát akkor, amikor durván 3 évtizeddel ezelőtt én azon rágódtam, hogy a szerotonin nevű ingerület átvívő anyag hogy tud eljutni a petefészekbe, és az ismert irodalmat is figyelembe véve eljutottam a vérlemezkékig, akkor én abban a publikációban, a diszkuszióban leírtam, hogy kell lenni valami olyan szabályozó rendszernek, amely a vérlemezkékhez kötődik, és sokkal több, mint a véralvadási funkció. Tehát azt gondolom, hogy az a szabályozási mechanizmus, például a petefészek működéssel kapcsolatban, hogy a közti agyban keletkezik egy hormon egy bizonyos szabályozás eredményeként, ez az úgynevezett releasing hormon, az hat az agyalapi mirigy egy bizonyos sejtcsoportjára, ahol keletkeznek az úgynevezett tróf vagy stimuláló hormonok, az hat a petefészekre, ugye véráramban ezek a hormonok eljutnak a petefészekig. Az persze más kérdés, hogy a petefészekben levő 200 ezer tüsző közül miért egyre vagy néhányra hat, az egy külön fejezet tudna lenni, de eljut és elindít egy érési folyamatot. Az én elképzelésem szerint, és ennek az apró lépéseit ma már bizonyítottuk, hogy abban a pillanatban, amikor egy úgynevezett tüsző, amiben maga a petesejt van, elkezd fejlődésnek indulni, ad olyan faktorokat le a környezetébe, ez a vérlemezke stimuláló faktor, aminek hatására a vérlemezkéket odavonza, hát egy részét, aktiválja, odavonza, és ez az aktiváció annyit fog jelenteni, hogy az oda lekötődött vérlemezkék kiadják azokat, release-elik, kidobják azokat a faktoraikat, rendkívül nagy hatású, biológiailag rendkívül erős faktoraikat, amelyek azt a folyamatot, amelyet az ismert mechanizmus elindított, elmélyíti, többszörösíti, stb. Ez ma, hál' Istennek, összeállt és bizonyított. De azt is gondolom, hogy ez nem csak a reprodukcióra igaz. Ismertek olyan betegségek, amikor a pajzsmirigy annyira túlműködik, hogy bevérzik. Ismert olyan jelenség, hogy mit a mellékvese túlműködik és bevérzik. Újszülött gyógyászatban találkozunk is sajnos vele időnként. A petefészekkel kapcsolatban mondtam, a többivel kapcsolatban is ugye felvetítettem ezt. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy általános regulációs mechanizmus, hiszen ha most parancsszóra bármelyikünk szervezetében a vérlemezkék szétesnének, az körülbelül olyan hatású lenne a szervezet számára, mint egy atomrobbanás. Egyszerűen abban a pillanatban megszűnnénk létezni, mert minden szabályozásunk elszállna. Minden túl pörögne, és hát van egy határ, egy mesdje, amin belül tud a biológiai funkcióját tekintve működni a szervezet. Tehát én ezt az egész rendszert egy vérlemezkékhez kötődő szabályozási rendszernek neveztem el, reprodukciós
szabályozással kapcsolatban 2 évvel ezelőtt sikerült publikálni. Arra figyelt föl egy New York-i kiadó, és egy könyvrészlet is született, amiben körülbelül azokat a dolgokat fogalmaztuk meg, amiket én itt bemutattam. Romhányi professzor úr, a szelleme ma is itt él velünk, a mondatai ma is visszaköszönnek, nekem ő azzal, hogy a vérlemezkék a legkisebb barátaink és a legnagyobb ellenségeink, azt üzente, hogy többek, mint a véralvadás fontos szereplői. Én köszönöm szépen a figyelmüket.